kik teljesítik a képzés feltételeit, gyakorlatilag kik azok, akik jelentkezhetnek, melyek a feltételek? A mesterképzésre a pályázati kiírás 398 diákra szólt, ebből 181 egyetemista államilag finanszírozott kategóriába, 217 pedig önköltséges. Szabotkán és Újvidéken az arány 174, illetve 199 kandidátus volt. A szabadkai közgazdasági kar igazán széleskörű profilt, gazdasági profil lehetőséget biztosít. Ebben a kiírásban a kiírás, az első kiírás már befejeződött, úgyhogy a ranglista már fenn is van a honlapunkon. Ami a szak ágazatokat illeti, ezek az agrárgazdaságtan, nemzetközi gazdaságtan, pénzügyi gazdaságtan, marketing, menedzsment, ügyviteli, informatikai szak, számvitel és kereskedelem. Lehet-e tudni, hogy mondjuk vannak-e ezek között hogy így mondjam népszerűbbek Igen. vagy kevésbé népszerűek? Igen, hát a legpopulárisabbak vagy legnépszerűbbek közé tartozik a pénzügyi biztosítási szak, a marketing, és ami meglepő az idén az, az újvidéki karon külön népszerű volt a számviteli szak. Valószínűleg erre van szükség a piacon. Valószínűleg, de viszont, hogyha visszatekintünk mondjuk az elmúlt évtizedekre, most lehet, hogy ez egy kicsit furcsán fog hangozni ez a kérdés, akkor az akkor népszerű szakokkal, hogy így mondjuk jól jártak a, a képzésben résztvevők, vagy pedig hát vannak már olyan szakok, amelyek elveszítették aktualitásukat. A legpopulárisabb szakok mindig is a pénzügyi szak volt. Ez mondjuk a 2000-es években, amikor a bank szakma nyílt Szerbiában és Szabadkán is, akkor ez nagyon jól jött. Itt volt a legtöbb végzett diákunk, és ők kaptak legtöbb helyet a elhelyezkedésre a piacon. De ami magát a mesterképzést, mint, mint népszerű továbbtanulási lehetőséget illeti, ez az élethosszig tartó tanulás része. is egyre inkább azt vesszük észre, hogy a diákok nem csak azért iratkoznak be mesterszakra, mert hát na most befejeződött egy szakasz az életükben, befejezték az négy éves alapképzést, hát még nem tudják, hogy hol dolgoznának, írjunk be még egy évet mesterképzésre. Ez ma már nem jellemző. Tehát a mesterképzés már Szerbiában is felveszi a valódi lényegét, az, hogy bármikor lehet folytatni a tanulmányokat. Egy befejezett négy éves Alapképzéssel bármikor lehet iratkozni. Miért van szükség a mesterképzésre, a doktori képzésre, Gondolom azért, mert az élet ez diktálja, mert szükség van arra, hogy tovább tanuljon, tovább fejleszte a tudását az ember. Így van, a mesterképzés egy szűkebb szakosítást jelent, és azok jelentkeznek, akik már szakmájukban elértek bizonyos tudásszintet. Ott már otthon vannak, és bővíteni és gyakorlatuk szeretnék. Is van, így ugye? Gyakorlatuk is van, és ez nagyon lényeges, és ők már bővíteni szeretnék tudásukat. Vagy tudományos szinten érdeklődnének az adott szakirányban, vagy pedig előre szeretnének lépni magában, az, ott azon a helyen, ahol dolgoznak, de viszont ehhez újabb tudásra van szükségük, és ekkor fordulnak újra a vannak-e visszajelzések, hogy mennyire elégedettek a, a már végzett hallgatók a szerzett tudással? Tudnak-e hogyan tudnak érvényesülni? Az érvényesülés nem nehéz, ugyanis a piac az telítetlen, tehát a munkáltatók még mindig keresnek közgazdászt is, és mindig is fognak. És azt gondolom, hogy még akár olyanokra is, akik teljesen ki akarnak teljesedni azon a területen, ahol érdeklődés jelentkezik, ott még a harmadik fokozatra is beiratkoznak, és igen, csak népszerű a doktori képzés, tehát a harmadik szintű felsőoktatási szint, ez pedig a doktori képzés is. Itt is van három kínálatunk, ez a közgazdász, tehát ez egy klasszikus szak, a menedzseri képzés, doktori képzés és az úgyviteli informatika terén. Gondolom, hogy a témaválasztással illetve a a kutatásokkal nincsen gond, probléma, mert, mert, az élet annyira felgyorsult, annyi újdonság, új dolog történik, hogy, hogy egyszerűen szükségszerű ezekkel az új dolgokkal megismerkedni és alaposabban feltárni, felkutatni jelenségeket, nem de? Igen, de ehhez nekünk is, mint felsőoktatási intézménynek, állandóan változni és fejlődnünk kell. Úgyhogy az új tanterveket már előkészítettük, az akkreditációs folyamatban vagyunk. Az előzőek, tehát ami szerint még az idén iratkozhattak a diákok, az a 2014-es akkreditációs folyamatban volt elfogadva. Az ügyviteli informatika a 2017-es és az idén adtuk be a 2019-es akkreditációs folyamatba az újabb szakokat. Ez azt jelenti, hogy nem csak tantárgyakat, újabb tantárgyakat vontunk be, hanem a, az előzőt, illetve a klasszikus tantárgyaknál is tartalmat változtattunk, azaz gazdagítottunk. Fő témánk ugye a mester és a doktor képzés, de azért az alapképzésről is beszéljünk néhány szót, hogy az elmúlt évtizedben mennyiben változott a képzés a közgazdasági karon a hagyományos képzés. Az alapképzést tekintve, hát mi egy változáson mentünk keresztül 2006-ban, amikor az ország bevezette a bolonyai rendszert, akkor mi voltunk az egyetlen egyetem, illetve kar, amelyik elfogadta az Európa által szorgalmazott, azaz javasolt 3 plusz 2-es képzési folyamatot. Az azt jelenti, hogy három, három év, év az alapképzés illetve két év a mesterképzés, hiszen ha a közgazdaságtant úgy vizsgáljuk, tehát időbelileg, akkor valóban ez a három év egy szakmás sajátításához ezen a területen elegendő. A mesterképzés lett volna az, ami komolyabb lett volna, és talán vonzóbb is lenne azok részére, ha két éves lenne, azok részére, akik nem közgazdaságot fejeztek be, hanem váltani szeretnek az életük folyamán, közgazdasági tudásra szeretnének szert tenni. Tehát így van. valamilyen alapképzés után a mesterfokozaton közgazdasági. Így van, szóval... és ez egy nagyon, a, a világon nagyon elfogadott, és egy nagyon népszerű dolog, tehát sokan, döntenek úgy, hogy pályájuk során váltanak, nem is rövid időszakonként, tehát ez már tíz év alá esett, és ilyenkor van szükség újabb tudásra, és talán az a két év az egy biztosabb bázis tudást jelentene, mint az egy év. A 2010-es évben mi visszatértünk a 4 plusz 1-es képzésre, hiszen a régióban, az országunkban és a régióban megmaradt ez a 4 plusz 1-es tanítási időszak és mi is váltottunk, hogy a diákjaink piacképesek legyenek, ugyanis a, a, munkáltatói piac nem ismerte fel a 3 plusz 2-t, tehát nem ismerte fel ezt a fajta. Hát reméljük, hogy fel fogják ismerni. Még, a, még, ami a, a mesterképzéssel kapcsolatos is, hogy valamilyen más szakon fejezték be az alapképzést, mondjuk el tudom képzelni, hogy akár az agrár tudományok terén fejezett be egyetemet, vagy valamilyen műszaki egyetemet, akkor is szüksége van a közgazdasági ismeretekre, mert, mert a piacon való helytállás, megmaradás ezt, ezt szükségszerűvé teszi. Így van, így van. Legyen ez mesterképzés, vagy legyen ez valamilyen menedzseri tudományok, tehát tudásoknak a az elsajátítása. Így van, kurzusok, amiket mi szívesen szervezünk attól függően, hogy milyen az igény rá. A közgazdászképzés képzés nagyon népszerű volt. Mondhatjuk továbbra is ezt? A közgazdás képzés a 2000-es években igen népszerű volt, aztán egy visszaesés jelentkezett 2012 és 2016 között. Az utóbbi években stagnálunk, illetve az idén az érdeklődés nőtt, körülbelül 20 kal úgyhogy mi elégedettek vagyunk. Mi a helyzet a magyar nyelvű képzéssel? Magyarországi vendégtanárok közreműködnek-e a igen, hát hagyományosan a Szabadkai Közgazdasági Karon, főleg a Szabadkai Tagozaton magyarul is lehetett hallgatni tantárgyakat, ugyanis voltak olyan tanáraink, akik ezt bevállalták kétnyelvűen viszont, hát sokan elmentek nyugdíjba, az utánpótlás nem érkezett meg, így azoknak a tanároknak a száma, akik ezt végezhetik, illetve végezhetik két nyelven lecsökkent, és egy nagyon jó együttműködést valósítottunk meg a Szegedi közgazdasági karral, és Szegedről a tavalyi év folyamán négy tantárgyból jöttek oktatni magyar nyelven, mint vendégtanárok, tehát Akkreditált formában. Időnk sajnos szűkös, még sokat tudnánk beszélgetni. Szedlákot él a professzorasszonynal a közgazdászképzésről, de azért térünk még vissza addig a mester és a doktori képzésre, hogy a pályázatokra a jelentkezés hogyan is alakul, kik jelentkezhetnek még, mikor, hol. Igen. Az első pályázati kör lezárult, a ranglisták már fenn vannak a honlapon, de lesz egy második kör is, ugyanis nem teltek be. A helyek még vannak szabad helyek, vannak olyan szakirányok, ahol akár még Államinak finanszírozott helyek is maradtak, úgyhogy várjuk a jelentkezőket október 26-án, ekkor lesz a második pályázati kiírás. Ami a doktori szakot illeti, ott ma fejeződik be a jelentkezés, és az eredmények október 23-án jelentetjük meg, lesz egy második beiratkozási kör is október 31-én.